És ma még a vasárnapi zárvatartásról nem is beszéltünk, mert hogy most vasárnap már vasárnapi nyitvatartásnak az előnyeit élvezhették mindazok, akik vásárolni szerettek volna, és ez most így lesz, de csak időszakosan advent idejére. Minden esetre készült egy felmérés az Ipsos részéről a vasárnapi zárvatartásról, és érdekes adatok jöttek ki, melyek egyrészt változatlanok, másrészt pedig mégis valami elmozdult, hogy mi azt már is mondja az intézet igazgatója, Fejtel Balázs. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azért az elég beszédes szám, hogy a megkérdezettek 68%-a inkább nem, vagy egyáltalán nem ért egyet a vasárnapi zárvatartással, de van egy másik adatunk is, hogy 41%-ról 33%-ra csökkent azoknak a száma, akik egyáltalán nem értenek egyet a törvénnyel, tehát a nagyon elutasítók száma megcsökkent. Ez azt jelenti, én nem találtam rá más magyarázatot, hogy így beletörődtek az emberek azok, akik az elején azt mondták, ez felháborító, most már azt mondják, hát minden. Így van. Igen, azt gondolom, hogy a lényegi dolog igazából az, hogy továbbra is az embereknek kb. Kétharmada nem szereti ezt a törvényt, nem szereti ezt a zárvatartást, ők szeretnének valószínűleg vasárnaponként is néha vásárolni, hanem is mindig, de úgy tűnik, hogy igen, egy részük, akik nagyon elégedetlenek voltak ezzel, valószínűleg megszokták most már ezt a dolgot. Akkor most nekik egy kis felüdülés, hogy milyen volt régen az élet, amikor nem volt gond, hogyha itt nem volt krumpli otthon a levesbe vasárnap délelőtt. Vannak még azért más arányok is, és más mutatók. Ez a valamennyire megváltoztatja majd a hétvégi tevékenységeiket, hogy ez a mutató, ez pontosan mit jelent, hogy ez is változott, de ez mit jelent, hogy valamennyire megváltoztatja? Ez a mit kell értenünk? Igen, kétszer kérdeztük meg a lakosságnak a véleményét, egyszer márciusban még a törvénybevezetés előtt, amikor még nyitva voltak a boltok, illetve egyszer októberben, tehát még az adventi vasárnapi nyitvatartási időszak előtt, amikor már elég sok hónap eltelt azóta, hogy vasárnaponként a boltoknak egy jelentős része zárva volt. Először márciusban megkérdeztük, hogy mit gondolnak, hogy mennyire fogja ez megváltoztatni, fogja őket zavarni, hogy vasárnaponként nem mehetnek vásárolni. Majd most októberben megkérdeztük őket, hogy ténylegesen mennyire zavarja őket. És azt látjuk, hogy ugyan kétharmada a válaszadóknak, vagy az embereknek teljes magyarországi reprezentatív felmérés volt a felnőtt lakosság körében, tehát felnőtteknek a kétharmada azt mondta, hogy ők nem szeretik, hogy vasárnap zárva vannak a boltok, mégis ennél kevesebben mondták azt, hogy igazából ez változtat az ő szokásaikon, de minden esetre most sokkal többen mondtak ilyet, mint amennyien előre gondolták, hogy ez nekik zavaró lesz. Hát mert most megtapasztalhatta mindenki, az aktív keresőknek a 70%-a mondta azt, hogy ez azért megnehezíti az életüket, azért az elég magas és jelentős szám. Igen, ez jelentős szám. Körülbelül ugyanekkora értéket látunk annál is, hogy mit csinálnak, tehát hogy mikor vásárolnak, hogyha nem vasárnap. Akiket érint a vasárnapi vásárlás, ők leginkább, a legnagyobb részük, körülbelül 70%-uk inkább másik napokon vásárol. Na várjon, ez akkor azt jelenti, hogy a törvényalkotó egyetlen magyarázata, de úgy is fogalmazhatnék, hogy a Fidesz-KDNP egyedüli magyarázata az volt, hogy a nagy multikkal szemben a kisboltokat kell támogatnia, ez nemzeti érdek, és hogy a magyar hazai, tehát ezeket a szólamokat és szavakat hallottuk, hogy majd a kisboltok ugye nyitva lehetnek, és családtag, és nem tudom, de hogy akkor ez nem igaz. Tehát, hogy nem vasárnap vásárolunk, és a csúnya, bűnös multi helyett a nagyon nemzeti kisboltban, hanem inkább megyünk a csúnya multihoz vásárolni, csak nem vasárnap, hanem másnapon. Én azt gondolom, hogy mind a kettő igaz valamennyire. Tehát az embereknek egy része ténylegesen a mi felmérésünkből is azt látható, hogy átpárottoltak a kisebb boltokhoz, piacokhoz, de ez kisebb rész, 15% körüli. A nagyobb része az embereknek inkább másnapokon vásárol. Hát de akkor ez az igaz, nem? Hát, hogyha 71% inkább másnapon vásárol, akkor vásárolhatna, ha kisboltba is beletartozna, a kisbolt is 71%-ba, akkor ezt megtehetné vasárnap is, nem? Ez igaz, azt nem tudjuk, hogy akik az eddigi vasárnapi vásárlásaikat áttették másik napra, ők vajon boltot is változtattak-e. Hiszen azt tudjuk más felmérésekből, nem most ebből, hogy az emberek hétvégenként leginkább hétvégenként volt lehetőségük és idejük arra, hogy nagy bevásárlást intézzenek, akár városon kívül, akár autóba üljenek, és nem csak, hogy Budapestről kimenjenek a város
melletti üzletekbe, hanem akár, hogy vidékről feljöjjenek az emberek, hogy elmenjenek egy közeli nagyvárosnak a nagy üzleteibe. Azt nem tudjuk, hogy azzal, hogy a vasárnapi vásárlás áttevődött inkább péntekre, szombatra, csütörtökre akár, ezzel vajon ezek a boltválasztási szokások is megváltoztak-e? Ez hát a forgalmi kérdés. Helyzetet nézem csak Budapesten, akkor szerintem igen. Tehát, és nem csak ünnepi időszakban, hanem ezt nyáron is tapasztalni lehetett, amikor viszont a lakosság nagy része, vagy egy része meg szabadságon volt különböző váltó időszakokban, de akkor is dugó volt már csütörtök délután. Igen, azt itt látni lehet, legalábbis Budapesten egészen biztosan, hogy meglehetősen tömöttek az üzletek, amikor péntek este, szombaton valaki bemegy. Néztek most párt preferencia szerinti válaszadókat? Most nem néztünk, még a márciusi felmérésben akkor megnéztük ezt az arányt. Gondolom az a kérdés, hogy az lesz a kérdés, hogy vajon van olyan szavazó réteg, aki inkább támogatja, vagy inkább elutasítja ezt a vasárnapi záratartást. Akkor azt láttuk márciusban, és igazából nincsen okunk feltételezni, hogy ez azóta drasztikusan változott volna, hogy minden párt szavazói köré többségben vannak azok, akik nem értenek egyet azzal, hogy vasárnap az üzletek zárva legyenek, viszont talán nem túl meglepő módon a Fidesz szavazók körében a legnagyobb azoknak az aránya, akik mégis támogatják ezt a törvényt. Hát, hogyha mérték volna, akkor az lett volna a kérdésem, hogy és változott-e ezek aránya, ezeknek a párt szimpátia alapján válaszolok aránya, de akkor hát, ha legközelebb mérik. Köszönöm szépen, hogy itt volt.